Sokan szolgálnak majd új helyen augusztus 1-től. Dr. Bábel Balázs érsek döntött ugyanis az érsekséget érintő személyi változásokról, mely a Kalocsa-Kecskeméti érsekség egészét érinti. Az érsek a kunszálási plébániát a Fülöp-Jakabi plébániához, a Matkó-Pusztai miséző helyet a Jakab-szálási plébániához, a Móricz-Gáti lelkészséget pedig a Jászszent Lászlóéhoz csatolta. Dr. Bábel Balázs felmentésekről is döntött, így Kereskedő Zoltánt és Gyöngyösi Józsefet köszönetnyilvánítás mellett felmentette a Bajai Szent Szív plébánia, illetve a kunszálási plébánia ellátása alól, megromlott egészségi állapotukra való tekintettel nyugállományba helyezte őket. Továbbá több áthelyezés és kinevezés is történt. Szakács Tibor a Bajai Szent Szív plébánia plébánosa, Tamás Sándor pedig a pálmonostori plébánia kormányzója lett. Frey Romulust Bátybokodra, még mind a Zoltánt Jászszent Lászlóra helyezte plébánosnak az érsek. Széchenyi Attila Jakab szállásra került, Salánki Ferenc pedig Nyárlőrincen kapott plébánosi kinevezést. Richter Mátyás a Kecskeméti fő plébánián kapott megbízást, Ivanis Zoltán Kiskunmajsán, Tuzson Attila pedig Kiskunfélegyháza óplébánián folytatja szolgálatát. Az érsek továbbá Polyák Balázs diakónus lelkipásztori gyakorlatra, a Jánoshalmi plébániára, még Stevski Ferencet a kerekegyházi plébániára rendelte. Az áthelyezések augusztus 1-ével lépnek életbe.